És 9 hónapig nem lehet jönni. Ezek a legrégebbi sírkövek a szombathelyi zsidó temetőben. 1819-ben Batthyány Fülöp herceg adott 300 négyzögölnyi területet és 20 ezer téglát a temető létrehozásához. Az elmúlt közel 200 évben háromszor bővítették ugyan, de a terület egy részét a Joskarola lakótelep építésekor kisajátították. Az utóbbi évekre már alig maradt itt temetkezési hely, ezért sürgetővé vált újak kialakítása. Az északi kerítésnek a rendbehozatalával sikerült 3 új temetkezési helyet biztosítani, de már akkor beszéltünk arról elnök úrral, hogy bővíteni kell a temetőt, és erre leginkább az adódott megoldásként, hogy itt az ortodox temetőből, illetve egy régi épület helyéből sikerül valahogy területet szerezni, illetve nyerni. 7,5 millió forintot adott a 64 sírhely kialakításához az önkormányzat. Ebből elbontották az itt álló épületet, áthelyezték az ortodox temetői rész kerítését, utat építettek és rendbetették a területet. Mindenek előtt azonban a vallási előírásoknak megfelelően megelőző feltárást végeztek. Itt a temető ezen részén egy bomba találat volt a második világháborúban, és nem tudtuk pontosan, hogy mely sírokat egyáltalán vannak-e itt sírok, mert ha vannak, azt nem bolygathatjuk meg, nem nyúlhatunk hozzá, tehát egy kutatással kezdtük. A kutatás során mi gödröket ástunk és vizsgáltuk a talajt, nem találunk-e valamit, és szerencsére ezen a részen nem találtunk semmi olyan sírra utaló jelet, ami meggátolta volna ezt a tevékenységet. A temetőben most több mint 2400 sír található. Az új temetkezési helyek legalább 10 évre elegendők a szombathelyi hitközségnek. Örömmel tapasztaltam, hogy új sírhelyek létesülésére nyílt lehetőség. Az én édesapám is ebben a temetőben nyugszik, és a mi generációnk örömmel fogadja, hogy a meggyőződéses zsidó vallásúak újból tudnak ezen helyen temetkezni. Magyarországon 1600 izraelita temető található. Ezek egy része gondozatlan, mert az 1940-es években a zsidó üldözéseknek egész helyi közösségek estek áldozatul. A szombathelyi temetőt nem érinti, mert az itteni közösség tagjai ápolják a sírokat és temetkeznek is ide, de más településeknek az elhanyagolt zsidó temetők rendbetételére a kormány 1 milliárd forint pályázati forrás biztosított.